Hogy ízlik eddig a kispálya? Mennyit szoktál játszani? Én sem mennyit. Megmondom őszintén, ez nem az én világom, de hát most ez a feladat. És éppen nagyszerű hangulat van a teremben, és én is élvezem a játékot. Egy hiányosságunk van még, hogy nem nyertünk. Reméljük, hogy pár perc múlva a harmadik meccsen meg fogjuk szerezni az első győzelmünket. A Fradi ellen egy elég komoly meccset játszottatok, 3-3 lett a vége. Egyrészt milyen volt a Fradi ellen játszani, hiszen azért szívszerelmen, másrészt pedig milyen volt belülről a mérkőzés? Szerintem nagyszerű mérkőzés volt, nekem egy különösen fontos meccs volt, hiszen a Ferencváros ellen játszottam, mindig egy élmény egyébként, hiszen ott játszottam korábban kétszer is, és nagyon szeretem a klubot. Most nyilván nagyon presztízst csináltam belőle, megtettem mindent, és én azt hiszem, hogy nem is ment rosszul a játék. Az más kérdés, hogy egy ilyen hibát nem követettünk el, hogy 3-1 nekünk 2 perccel a vége előtt, és a végeredmény az 3-3, hát ez egy kicsit fáj mondjuk.